Új személyi igazolványt készít Tuzson Bence államtitkár Bernát Anikónak a mobil kormányablak buszban. Ez egy a közül a több mint 1500 ügy közül, amelyet a kormányhivatalokban és az ehhez hasonló buszokban is elintézhetnek az ügyfelek. Az elmúlt időszakban számtalan hír jelent meg a médiában, amelyek mindig valamilyen beruházásról szóltak. Sok esetben ez a megyei kormányhivatalhoz köthető, közölte Román István kormány megbízott. A bürokrácia csökkentés érdekében a kormány még 2010-ben döntött úgy, hogy átalakítja a közigazgatást egy modernebb és gyorsabb rendszerré. Ennek köszönhetően 2011 óta már 294 kormányablakot adtak át országszerte, ahol már több mint 1500 ügyet intézhetnek az állampolgárok. Tavaly évben munkatársaink a megye 23 kormányablakában 802.255 ügyet intéztek, a mai év első fél évében pedig már 479.459-nél tartanak kereken. Ezzel csak azt szerettem volna önöknek, mindenkinek mutatni, jelezni, hogy szükség van azokra a feladatokra, amiket ellátunk, és bizony az állampolgárok is azáltal, hogy könnyebben és egyszerűbben megtalálnak bennünket, talán ők maguk is könnyebben veszik arra a fáradtságot, hogy egy-egy olyan ügyet, ami régebb óta esetleg megoldatlan, vagy amit szükséges megoldaniuk, azt megtegyék. A 21. század két ismérve a gyorsaság és a mobilitás. Ezt jelképezi a kedden átadott mobil kormányablak busz is. Ez már a 7. jármű, amelyet átadtak az országban. Ennek célja, hogy az ország minden pontján ugyanolyan minőségű legyen a szolgáltatás. A busz olyan településekre látogat majd, ahol nem működik kormányablak. Ezt a mobil szolgáltatást igénybe vehetik önkormányzatok, cégek vagy akár idős otthonok is, de különböző rendezvényeken is ott lesz a kormányablak mozgó ügyfélszolgálata. Tuzson Bence Nyíregyházán azt is kiemelte, az állampolgároknak most 2200 ügycsoportban kell ügyeket intézniük. A kormány a következő időszakban azon fog dolgozni, hogy az elintézendő ügyek számát is csökkentse. Ez egyrészt abból a szempontból is fontos, hogyha a legjobb ügyintézés mindig az az ügyintézés, amit nem kell elintézni, tehát a magyar emberek szempontjából alapvető jelentősége van, de jelentősége van a vállalkozások szempontjából is, hiszen az ország versenyképességét, az, hogy a gazdaságilag erősödjön, sokban elősegíti az, hogyha kevés az ügyintézés. Hogyha valaki egy vállalkozást akar indítani, mennyi papírmunkát kell elvégeznie. És a másik oldalról, aki az asztal másik oldalán ül, annak mennyi papírmunkát kell végeznie, nem mindig az a jó ügyszámcsökkentés, vagy pedig bürokrácia csökkentés, ami a másik oldalon viszont növeli az adminisztrációt. Ezt is át kell majd tekintenünk a következő időszakban. A jó ügyintézés az, amelyik flottul, gyorsan és minden szereplő számára csökkenti a munkaterhet. A mobil kormányablak busz átadásán az is elhangzott. A következő évek feladata a digitális ügyintézésre való áttérés annak érdekében, hogy valóban 21. századi körülmények között intézhessék ügyeiket az állampolgárok.